Itt is vagyunk a folytatásra, kedves nézők, a 2015-16-os bajnokság utolsó fordulójának mérkőzése, Karcak Tiszaföldvár 1-1 a félidőben, a mieink pedig egy hármas cserét eszközölnek, alig ha taktikai okokból, sokkal inkább azért, hogy minden játékosunk pályára léphessen még ebben az idei bajnokságban. A kapuba érkezik Agócs, Belényesi búcsúzott tehát egy fél idővel a szezontól és a hazai szurkolóktól erre az idényre, valamint Orosz István és Kupai Dániel is elhagyták a játékteret, helyettük Kupai Krisztián, valamint Kátót András folytatják, és ők is kapnak 45 percet a bizonyításra. Ezt a fél időt mi kezdtük, a labda pedig elstartol az útjára. Szőke Robi pedig, Szőke Norbi helyére visszalépve úgy néz ki egyelőre, hogy a leghátsó emberünk lesz. Orosz István azért csak kevergeti a kártyákat. Égből így lesz valaki leghátsó söprögető. Németh Mihály. Varga jól csúsztatja, Szívós Gergő. Mindkét csapat játékában benne lehet a gól és a győzelme a második félidőben. Kupai Krisztián, ölő, nagyvédés, Huszár, és aztán a kipattalót nem sikerül összegyűjteni. Hát rögtön megvillanunk, 50 másodperc alatt vezethettünk volna, összességében véve két perc alatt fordíthattunk volna. Nagy helyzet volt. Kupai jól száll be. Máté Fazekas. A Szódi. Kicsit hosszú passz, így is azonban eléri. Agócsnak kell jönni a kapuból. Egy jó kivetődéssel pedig sikerül szögletre tisztázni. Hát nem telt el sok idő, mindkét kapu előtt volt már jelenet. Nincs nagy gond. Nem ragadtak bent a csapatok az öltözőben. A Szódi, jön a Gócs. Erdei mellől boxol. Törtei. Vereb, jó játék, olá. Elszámította magát. Balog. Senki nem segítette. Négy tiszaföldvári gyűrűjében kellett volna valamit kihozni az akcióból. Veszett fejszenyele volt. Máté Fazekas már megint ő helyzetben, nagyon él. Most teszi lövésre. Sikerül beleállni. Aszódi, ebbe is bele kéne. Okos passz. Máté Fazekas, és most Németh szerel. Nem szabad ennyire lazán venni. Agilisan jól futballozik a Tiszaföldvár, és egyébként látva ezt a mai teljesítményt,
kicsit talán érthetetlen, hogy 14 mérkőzésen a tavasszal miért sikerült csak 11 pontot összegyűjtenie, és miért csak 3 mérkőzést nyertek meg. Balog! Lövésre biztatják, el is ereszti! Huszár, nagy védés! Na hát, ha ezt sikerülne tartani, és percenként jönnének a helyzetek, alig ha unatkozhatnánk a második fél időben sem. Mindkét csapat elkapta a fonalat az öltözőből kijöve. Egyébként érdekes volt, hogy a helyszínen még javában zajlott a tombola sorsolás, amikor mindkét csapat játékosai már kint voltak a pályán. És az a ritkaság, hogy a játékvezetőkre kellett várni. Annak érdekében, hogy megkezdődhessen a foci. Hamar! Az egyenlítő gól előtt remekül ment a labdája középre. Ott is valami ilyesmi tekerésben bízunk. Ez most nem az a fajta volt. Ez most kicsit gyengécske lett. Huszár! Polgár! Jól tartotta meg Aszódi! Máté Fazekas! Megint ő! Megint a kócsvéd! Máskor egy meccsen nincs annyi dolga a kapusnak, mint amit a Gócsnak kellett már védeni beállása óta. Varga Zoltán, nagyon harcos. Rövid lett a beadása. Aztán megborítja egy kicsit Polgárt. Szerinte szabályosan. Polgár nem így gondolja. Kifelé lesz szabad rugás. Polgár az egyetlen egyébként, aki minden mérkőzésen kezdett a tiszaföldvári csapatban idén. Mindössze 21 éves játékosról van szó. Egy öngolt vétett. Most is ő érkezik a partdobás elvégzéséhez. Kupai jól mozdult vissza. Szerencséje az ő sérülés sem súlyos, múlt héten kisújszálláson nem játszott. Szezon záróra fölépült. Olá! Kátót ott csúnyán becsapják most. Tiszaföldvári szempontból természetesen szép megmozdulás volt. Szőke kéri el. Agócs. Német. Nem tudja kinek tenni Német Mihály. Most választja Szívóst. Ez jó indítás, Kátót. A beadás sem volt rossz, sajnos középen megint nem érkezett senki. Nagy luxus állva várni a labdát. Kupai fogja összegyűjteni, így bizony. El is lövi, és be a kapuba Kupai Krisztián góljával. 2-1-re vezet a Karcag. Most elaludt Huszár kapus. Talán azt hittem mellé fog menni, sok nagy bravúr után földbe gyökerezett lábakkal végignézi, hogy Kupai Krisztián lökete a bal alsóban köt ki. Így kell valahogy cserélni az 53. percben. 2-1-re vezetünk. Nagy gólt rúg Kupai, és egy nagyon fontos gólt szerez a fiatal játékos. Ez az első gólja Krisztiánnak a bajnokságban. Ugye ő nagyon hosszú ideig sérüléssel bajlódott, és félő volt, hogy rásérül újra a térdére. Ma is speciális tapasszal játszik. Ez a gól azért jelzi, hogy minden rendben van.
nagy kedvel szállt be. Balog. Kicsit hosszú a labda, nem sikerült elérnie Kátótnak. És hát mi más, ha nem ez a gól szabadítaná föl a mieinket. Hát szakadhatna egy gát. És egy örömittas felszabadult csapat játszhatna az utolsó fél órában, 40 percben. Kupai. Jó labdát ad Hamarnak. Polgár becsúszva labdát nem talált. Mert tovább a játék. Nagyot küzdenek. Mindenki becsúszik, mindenki szabályosan. Erdei spiccel teszi el. Mellé ment volna. Meg most a helyén is volt Huszár. Haszódi. Balog szereli. Hamar. Aztán nem megy tovább. Inkább az ő hibája volt ez most, mint a Balogé. Elkapni sem tudja. Mint hogyha fogócskáztak volna, olyan mozdulatokat tett felé Szívós Gergő. Haszódi. Sajnos közben szemerkél az eső. Reméljük, hogy nem gondolja komolyan. Kátót! Megrúgta őt alá. Jön majd a mérkőzés első sárgalapja a vendégek 12-esének. Pedig nagyon üres terület volt előtte. Nem tudta folytatni a szólóját. Szőkeivel majd. Szőke Róbert. Kátót. Erdei. Jól kanyarint. Huszár élt együtt a játékkal. Kátót megint jó labdát kap, ügyesen le is kezeli. Erdei egyel tovább, Varga Zoltán lövőhelyzet, még teszi, most lövi el, és ott a gól! Varga Zoltán, 3-1 az állás. Tehetetlen volt, újfent a kapus. Eldőlni látszik a meccs. Az 57. percben újabb karcagi gól. És ki más, mint a búcsúzó Varga Zoltán. A szezon és a pályafutás megkoronázása ez egyben. Be a jobb alsóba, be a helyére. Nagy fordítás. Jó játék. És most már ilyenkor persze, hogy jönnek az ilyen sarokpasszok. És ülnek az átadások. Kupai. Relekül jött Huszár a kapuból. Hát ebből akár még egy nagyobb arányú győzelem is lehet. Karcagi dobás. Szőke rúgta rá Máté fazekas lábára. Hamar. Kupai lábai közt elmegy. Haszódi fordulna, Hamar azonban szereli. Szinte leszette róla a nadrágot.
teljesen jogos karcagi szabadrugás következik majd. Ez lehet a 8. győzelme a csapatnak hazai pályán. Meccseink több mint felét a ligetúton megnyerhetjük az idei szezonban. 6 döntetlent értünk el egy vereség mellett ebben a bajnokságban. Most már 38 gólt rúgtunk 20 kapott mellett. Régen nem az az oroszlán barlang, mint 1-2 évvel ezelőtt, amikor szinte még pontot rabolni sem lehetett Karcagról, de győzni továbbra is nagyon nehéz itt. És hát azért tegyük hozzá, hogy Tiszaföldvártól nagy bravúr is lett volna. Ők nem azok a nagy pontrablók idegenből. Ez lehet a 10. veresége Zsida István csapatának. Házon kívül háromszor győztek Kunszentmártonban, Újszászon, valamint Jánoshidán. Kisújszálláson és Törökszentmiklóson x-eltek. Szőke megborította a Szódit. Törtei, jó összjáték, aztán Szőke erőt demonstrál. Villanni fog neki is a sárga lap. Ez úgy a kettő ér egybe, de a második sem volt szép. Egy ajándékcsomagot oda pakolt Máté Fazekasnak. Tavaly is már rúgott 22-t a másodosztályban. Az volt az első szezonja a csapatnál Máté Fazekasnak, Martfűről érkezett korábban. Most 15-tel zárhat. Hegedűs a labda mögött. Kapura súintja, bele kell paskolni a Agócsnak. Nem volt egy rossz kísérlet. Bán János érkezik. Csere lesz. Kettős váltás. 13-assal Törtei jön le a pályáról. 3-assal váltja őt Tóth József Tamás. Még kapus poszton is váltanak a vendégek. Az egyébként remekül védő Huszár József jön le a kapuból, és Rojkó Zoltán kapja meg a lehetőséget arra, hogy ő is védjen Karcagon egy szűk fél órát. Két fiatal játékosról van szó, Rojkó mindössze 16 esztendős, télen érkezett Martfűről, ez a 4. pályára lépése a csapatban. Tóth pedig egy nyári igazolása is Martfűről jött, bár ő Gyulán nevelkedett, mindössze 22 esztendős. Most kanyarodik a szöglet, sikerül átcsúsztatni a hosszúra, ki más, Máté Fazekas volt, aki elkövette, csak éppenséggel hosszú lett a labdája. Valami gond van a kapussal. Alig, ha nem szólnia kellene a kapu mögötti gyerekeknek. Egy kicsit hátrébb is, ne a háló mögött. És hát Varga Zoltán is mikor máskor villanna meg, mint a búcsú meccsén itt Karcagon. Ősszel is rúgott egyet, a ligetúton pedig ez az egyetlen gólja visszatérése óta. A Szódi.
kényszerítő Szőke. A Gócs készülődhet a kirúgáshoz. Kis újszálláson a meccsen bere lett karcagi oldalról. Nagyon sokat védett, egyik gólról sem tehetett. Budaházi. Szőke kezel bele, vigyáznia kell, nem lenne jó, hogyha idő előtt el kellene hagynia a pályát. Ezért neki már van egy sárgája. Ebbe reflexből kapott bele. A Szódi a labda mögött. Tavasszal Rákóczi falva ellen duplázott. 2007 óta itt futballozik, egy fél éves Martfűj kitérőt beleszámítva. Két gyors karcagi gól picit a kedvét vette a vendégeknek, de egy szépítő találattal bőven vissza lehetne jönni a meccsbe. Például egy ilyennel, nincs azonban bent, Agócs védett nagyot. Már feküdt a kapus, így is sikerült azonban védenie. Erdei kiharcolja, nagyon veszett helyzetben volt. Tóth József mellett azonban sikerül egy bedobást összehozni. Csapkod az eső, ez nem jó hír, ahogy a kedves nézők is látják, mi is kicsit beljebb húzódtunk. A karcagi gólok jöttével a rossz idő is beköszöntött. Agócs összehozzák azért. Érződik az utolsó meccs hangulat azért a pályán. Balog nem marad. Kapott egyet. Hasba kicsit beszorulhatott a levegő, meg is kellene állítani a játékot. Most teszi meg a játékvezető. Ha jól láttam, akkor Budaházi volt az, aki Balog segítségére sietett. Budaháznak nem lesz boldog szülinapja két nap múlva, már ami a mai eredményt illeti, úgy néz ki. A 25-et készül ünnepelni. És amíg áll a játék, nyugodtan lehet cserélni. Rojkó is, Tóth után Pataki is pályára lép, Pápai Jánost váltja. Pataki is roppant fiatal, 18 esztendős, téli Martfűj igazolás, Szolnokon is megfordult korábban. Zsidai István is igyekszik mindenkinek a lehetőséget biztosítani a játékra. Varga. Túlerővel szemben nem tudott mit tenni. Német. Jól helyezkedett.
Erdei nagyon egyedül van, bele kell vigye a bolyba. Szabálytalankodnak azonban ellene, nem kellene összekakaskodni, mindenki lökdös mindenkit. Budaházi a legidegesebb. Erdeinek rugott alá, mint két kiskakas a szemétdombon. Na, mi lesz az ítélet? Be kell segítenie Herceg Róbert asszisztensnek is. Erdei gólhelyzetben lépett volna ki, ennyi bizonyos. Mindkettejüket odahívja magához. És csak őket ketten, mindenki epekedve várja, hogy mi lesz az ítélet. A játékvezető meghallgatja az álláspontokat. A játékosok pedig kihasználják a szünetet és frissítenek. 3-1-re vezet a Karcag, szent a béke, mindketten kapnak egy sárgát. Sikerül rendet tenni. Bán János mindenkit visszarendel a helyére, lassan a játékosok is elfoglalják a pozíciójukat. Karcagi szabadrugás következik. Volt egy pillanat, amikor a hátsó zsebéhez nyúlt egyébként a játékvezető. Nem villan a piros. Szívós. Megint Erdei és Budaházi harcolnak. Erdei gyengécske lövés, kipattan a kapusról. Nem lövi be azonban Kupai. Nagyon nagy zicser. Talán ő maga sem számított arra, hogy Rojkóra ki fog jönni a labda. Ej, de nagy kár érte. Kupai is tudja, olyan közelről nem illik. Hatszor kaptunk ki a szezonban, ez a legkevesebb. Igaz, több csapat is áll ilyen mutatóval, de ezt elkönyvelhetjük. A sok döntetlent kellett volna győzelmekké varázsolni. Vannak fájó pontvesztések, például a kiesés ellen küzdő Kunszent Márton ellen itthon és idegenben is döntetleneztünk, ahogy például Rákóczi falvával is. Ezekben a párharcokban benne maradó 4 pont azért sokat jelentene a végelszámolásnál, könnyen dobogósok lehetnénk, és csak a Szajol az egyetlen gárda, amelyik oda-vissza meg tudta verni Karcagot. Amennyiben ma pedig behúzzuk a győzelmet, a nem említett csapatok mindegyikét le tudtuk győzni legalább egyszer. Oda-vissza igaz, csak Újszászt, Fegyverneket és Kunhegyest a bajnokságban. Hegedűs, nagyon távoli szabadrugás. A Gócs védett a második szándékból. Nagyon jól lövi távolról az ilyeneket Hegedűs. A vendégek pedig újfent 2 cserélnek. Mindkét cserejátékos érkezik, akik eddig kispadon csücsültek. 5-össel Váradi György lép pályára. 35 esztendős játékos. 12. alkalommal lép pályára csereként. Az előbb vitás szituációba kerülő Budaházit váltja. Vereb Csaba helyén pedig Vereb János a folytatásban. Ő is már egy idős játékos. Túl van a 3. X-en.
ő is főként csereként szokott játszani. 30 fordulóból 20-szor így állt be. És mennyivel vidámabb így az éneklés a dombon, 3-1-es Karcag győz vezetésnél. Több mint fél órán át vezetett Tiszaföldvár Karcagon. A 44. percben azonban nagyon jókor jött az az egyenlítés, utána pedig a két gyors góllal a 3-1. Hát épp Fazekas kivezeti. Nem kapott pedig rossz labdát. Mégis az lett a vége, hogy kivezette. Agócs. Erdei és Varga is menne a labda irányába. Német menti meg. Aztán saját magát is kicselezi. Aszódi. Sarokkal bőrözi be szőkét. Szép volt, csak épp hasztalan. Agócs nagyon nyugodt. Az első negyed óra, amit a második félidőben produkált a csapat, az olyan volt, mint amit egész szezonban szerettünk volna látni. És azért csak megvillantottuk, hogy képesek vagyunk rá. Kupai, Jócsel, Kátót, laposan, Varga, Erdeinek készíti le. Jöhet a szöglet, erős löket volt. Nem jutott el a kapuig. Rojkót még úgyis igazából nem is avattuk fel. Varga. Nagyon laposan jön. Újfent a karcagi csapat. Hát lehet, hogy a csülkös bablevesben kötött ki ez a labda. Nagyon oda a főzős brigádhoz vágták ki a vendégek. Jön Rojkó! Lemaradt azonban, sikerült elfejelni előle. Kőkemény bólintás volt. Reméljük nem sérült bele a karcagi játékos. Szabó Zsolt, masszőr. Mária érkezik is, megkapja a jelet. Lehet ápolni. Szőke Norbi. Nem, ő visszafelé bandukol. Erdei Tibi maradhatott lent a földön. Nem fest túl jól Erdei. Pláne úgy, hogy Szőke Robi az. Erdei is olyan ügyesen eltűnt a pályán, ebbe a zöldmezbe beleolvadt a környezetébe. Egy a lényeg, Szőke is jól van. Mint egy zsák úgy dőlt el a büntető területen belül.
79. perc, 3-1-re vezet a karcagi csapat Tiszaföldvár ellen. Pont annyira, amennyire ősszel kikaptunk idegenben. Szőke visszakéreckedik. Pályára is léphet. Hegedűs. Olá. Kupai. Szívós. Amar megdobta a fű egy kicsit az indítást. Így nem tudott vele mit kezdeni. Ebből még helyzet is lehet. A Szódi szempontjából szerencsétlenül pattan, aztán ő is legyint rá. A második fél időben semmi nem jön össze. Agó csület kirúgással. Hát most már nagyon úgy néz ki, hogy az utolsó fordulóban meg lesz a győzelem a karcagi csapatnak. Ez pedig azt jelenteni, hogy 26 ősszel megszerzett pontunkhoz. Tavasszal is 26 egységet tennénk hozzá. Ugyanolyan mérleggel 7 győzelem, 5 döntetlen, illetve 3 vereség. Ebből azért következtethetünk arra, hogy gyakorlatilag egy kiegyensúlyozott teljesítmény nyújt a csapat még úgy is, hogy a bajnokság hajrája nem úgy sikerült azt, ahogy elterveztük. Az lett volna alig, hanem a bravúr, hogyha az utolsó 5-6 héten is olyan káprázatos produkciót nyújtottunk volna, mint előtte. Kupai. Olá becsúszva, nagyon határozott a menetrend szerint. Ráadásul sikerült még Kupaira rárugni a labdát. Az utolsó fordulókban egyébként sem szokott kikapni a karcag. Amióta Orosz István a vezetőedző, van 3 darab 2-1-es győzelmünk és 3 darab döntetlenünk az utolsó meccseken. Legutóbb 2013-ban búcsúztattuk itt karcagon az évet, akkor Törökszent Miklóst vertük 2-1-re. Tavaly meg egy kungsági rangadóval Kisújszálláson. Úgy lett 1-1 az állás, hogy Nagy Roland a 100. karcagi gólt szerezte meg akkor. Szóval, ha minden forduló utolsó forduló lenne a bajnokságban, akkor azokat az idényeket a karcagnak találnák ki. Hagócs rávetődik. Főleg a félidő elején voltak védeni valói. 3-1-nél aztán eldőlt a meccs. Erdei el tudja vinni Hegedűs mellett, és akár kapuba gyalogolhat vele. Erdei csúnyán céltéveszt. Hegedűs pedig kap egy sárgalapot. Valószínű a becsúszás miatt, meg nem is azért, hanem mert megpróbált utána rúgni Erdeinek. Ez sem lett volna egy csúnya gól. Újabb csere karcagi oldalon, Majlát István lép pályára Hamar János helyén. Orosz István köszöni meg Hamarnak a játékot. Ezt teszik a nézők is. A Rojko. Nem kapkodja el, igaz a jelet is csak most kapja meg. Kiengedi Majlát. Nagy István is érkezik. Karcagi oldalon is mindannyian beállhatnak. Aki egészséges,
az játszik. Szőke. Jól kanyarodik. Erdei nem tudja átfejelni a másik alsóba. Most már helyzetet helyzetre halmoz a karcag. Három egy azonban az állás. Megint Szőke villant meg. Egyenlítő gólja óta csak keménységével tűnik ki a mezőnyből. A szabadrugás előtt azonban még pályára léphet Nagy István. Szívós Gergő jön le. Orosz István nem tapsoltatja meg még egyszer a karcagi publikummal Varga Zoltánt. Szívós Gergő is sokat gürcölt a szezonban. Fontos gólokat szerezve csapatnak. És jó játékkal segítve az együttest. Váradi. Most már jöhet a szabadrugás. Erdei fejeli ki, és aztán újra ő. Lehet menni, gyorsabbnak kell lenni, mint a vendégek. Balogh Csaba megfutja Váradit. Ez már egyszer. Balogh kicsit hosszan tolja meg, Rojko pedig elrúgja előle. Nagy, ott van még. Ez pedig Csemege. A lámpaláz. Nagyon nagy helyzet volt. A nehezét megcsinálta pedig Balogh Csaba. Jó meccs kerekedik a bajnokság utolsó fordulójának karcagi találkozójából. És több mint másfél hónap után újra itthon tarthatjuk a három pontot. Még Tiszaföldvár azért próbálkozhat egy szöglettel. A rövidre, ott kellett állni a Balognak. Vereb. Szőke kikanalazza. Olá, nem tudjuk most megtartani. Máté Fazekas. Jó az, keresztléc. Aszódi elől pedig felszabadítanak a karcagiak. 3 perccel a vég előtt egy gólra visszajönni. Nem lett volna rossz. A karcagi idegrendszereknek biztos odavágott volna. A 2 gólos előny azért nagyon biztosnak tűnik. Nagy István. Kupai. Megint teker. Nem talál most kaput. Orosz István letudta a 7. szezonját is Karcagon. 2009 óta vezeti ő a csapatot. Idén ez lesz a második legkevesebb pont, amit összegyűjt vele a Karcag. Azonban gyakorlatilag egy teljesen új kerettel kellett nekivágnia a bajnokságnak.
négyszer sikerült elcsípni a dobogót eddig. 3 második hely és 1 harmadik, 1 ötödik és 1 hetedik hely Orosz István mérlege a karcagi csapat vezetőedzőjeként. Meg lesz a 118. győzelme a karcag kispadján. És kis szerencsével akár a negyedik hely is meg lehet. Ebbe azonban ne bízzunk, tekintsük úgy, valószínű a 6. helyen fejezi be az idei bajnokságot együttesünk, és nem adunk lehetőséget Csépának arra, hogy itt a végén még megelőzzenek minket. Turkeve és Jászárokszállás az a két együttes, amelyik ha botlik, akkor előzhetőek. Jászárokszállás egyébként épp Csépával játszik. Szőke, fura megoldás, még mindig ott pattog, most lehet lőni, és utat talál a labda. 3-2 a 90. percben. Oda kell figyelni, ugyanis ha lesz hosszabbítás, akkor bizony itt még meleg és forró pillanatokat élhetünk át. Oláé a gól. Elaludtunk a végére. Sokáig úgy tűnt, hogy akár kiütés is lehet. Szoros találkozó. Polgár. Rojkó. Vereb. Erdei csúnyán odalépett neki. Ez most nem volt szép megoldás. Erdeinek pedig már van lapja, oda talpalt picit Verebnek. Lehet, hogyha nem lett volna sárgája korábban, ezért most kapott volna egyet. Koncentrálni kell még mindig. Hegedűs. Máté Fazekas sodródott ki a labdával. Negyed óra alatt döntöttük el gyakorlatilag 3 pont sorsát. A 44. percben Szőke egyenlített. A második félidőre kijöve pedig az 53 és az 57. percekben betalálva. Úgy néz ki, hogy megnyerjük a találkozót. Valamennyi szurkoló jó ízűen fogyaszthatja el a csülkös bablevest KLBK módra itt a meccs után. Valamennyi kilátogatót megvendégeli a baráti kör. Együtt mindenki a tiszaföldváriak is csatlakozhatnak. A Szódi. Fölrúgjuk, és ez a vége. 3-2-re győz a 2015-16-os bajnokság utolsó mérkőzésén a karcagi csapat Tiszaföldvár ellen. Az elmúlt hetekhez képest egy jó teljesítmény nyújtó karcagot láthattunk, legalábbis a második félidőben, az elsőben azért még görcsösen akadozó gépezetként jelmezhető a KSE. A 8. percben egy szerencsés gólnak köszönhetően vezettek is a vendégek. Máté Fazekas volt eredményes. Szőke egy pontrugás után egyenlített a lefújás előtt, és aztán jó szellemben érkeztek a csapadok a második játékrészre. Kupai előbb egy szép tekeréssel megszerezte a karcagi csapatnak a vezetést, majd a harmadik és egyben a szezon utolsó karcag gólját Varga Zoltán szerezte, akinek ez volt az utolsó felnőtt mérkőzése pályafutása során. Sikerül góllal búcsúznia és győzelemmel zárnia egy fényes korszakot az életéből. A végeredményt aztán Olá Dániel állította be a 90. percben. Ez azonban a lényegi dolgokon már nem változtat. A karcag az őszi vereség után
legyőzte Tiszaföldvár csapatát. A helyszínen kezdődik a buli, kezdődik a büntetőrúgó verseny. A kedves nézők pedig, ha kedvet kaptak, akkor a következő szezontól buzdítsák majd a helyszínen a karthagi csapatot. Érdemes, megérdemlik ezek a fiúk. A szezon egésze alatt Halmai Mártont hallották, Csanádi István operatőr kollégám nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra, viszonthallásra. A vendégcsapat vezetőedzőjével, Zsida Istvánnal beszélgetünk. Hát a mai alkalommal nem jött össze a pontszerzés, azonban együttese újoncként azért a középmezőnyben végez be, bennmaradt. Elégedett a látottakkal? Hát a mai mérkőzés első félében mindenféleképpen. Én úgy érzem, hogy mezőnyben sokat tettünk a sikerért. Aztán sajnos volt egy egyéni hiba, amiből gól kaptunk. A második félidőben pedig gyorsan a hazaiak előnyt szereztek, amit már nem tudtunk igazán hozzátenni. Elnézést kérek, mert nagyon nehezen beszélek. A héten egy komoly torokgyulladásom volt, ezért elég nehéz nekem most nyilatkozni. Viszont úgy érzem, hogy a hazai csapat ezzel a rendezvényel is bebizonyította azt, hogy a karthagi futball az egy csoda. Azt tudom mondani itt, hogy ide csalogatták a nézőket, fogadták a vendégeket. Tehát én javasolni tudnám minden megye csapatának, hogy valahogy így kéne ezeket a dolgokat kezelni, hogy az emberek közelebb álljanak a futballhoz, és csak gratulálni tudok a győzelemhez és a szereplésükhez szintén.
Hogyha visszatérünk egy kicsit az idei bajnokságra, azért egy újon csapat esetében mindig az az elsődleges, hogy sikerüljön kivívni a bennmaradást. Ez helyek közel már akár azt is mondhatjuk, hogy ősszel sikerült. Aztán tavasszal nem annyira jöttek a pontok. Mi lehetne az elvárás a következő idényre? Igen, erre a kérdésére nem adtam választ. Én úgy érzem, hogy tavasszal tényleg jó teljesítettünk. Itt már most nem tavasszal, bocsánat, ősszel. Itt a tavasszal sokat benne hagytunk a meccsekbe. Sokat benne hagytunk. Talán egy kicsit el is bizakodott egy újon csapat, hogy ott tudott lenni a 9. helyen. Mindenki egy kicsivel többet várt, de én azért nem vagyok elégedetlen. Mivel itt is azért túlnyomó rész földvári játékosok vannak a csapatban, fiatalok, ezeket próbáljuk nevelni, illetve beépíteni a felnőtt keretbe. Hát elégedett vagyok a 12. helyen, de lehet, hogy most 13 lett, nem tudom. Hát jövőre mindenféleképpen kell erősítenünk. Tehát tesznek a csapatból távozó játékosok, ez sajnos ez mindig így van a foci törvényszerűsége, illetve hát azért lehet látni, hogy vannak posztok, vannak hiányposztok, ahova azért kell egy-két játékost igazolni. Zsida Istvánnak köszönjük szépen, gratulálunk a bennmaradáshoz, és jó pihenést a nyára. Nagyon köszönöm, és viszont kívánom a karcagi csapatnak is. Köszönöm. Következő percekben csapatunk vezetőedzőjével, Orosz Istvánnal beszélgetünk. Pisti, a zárófordulóban összejött a győzelem, szép játék, sok néző. Hogy értékeled a látottakat? Hát azt mondom, hogy itt a szurkolók már jól érzik magukat. Az az igazság, hogy az eredménnyel úgy én is meg vagyok elégedve, de a mutatott játékkal már hetek óta nem vagyok megelégedve. Fontos volt ez a 3 pont, mert ha úgy alakul az eredmény, akkor negyedik helyre is fel tudtunk volna, vagy fel tudnánk zárkozni. 6. nem leszünk rosszabbak. Én a bajnokság előtt vakon aláírtam volna ezt a 6. helyet. Azért egy új átalakulóba lévő csapat, 7 játékos távozott, és próbáltuk pótolni. Az elején nehezen sikerült, én úgy érzem, hogy a 5.-6. fordulóban megtaláltuk azt a magot, azt a csapatot, akikkel fel tudtuk venni a versenyt az élmezőnnyel és a csapatokkal. A végére elfogytunk, én úgy érzem, hogy mentálisan is egy kicsit befásoltunk, sajnos a sérülések is közbe jöttek, mert meghatározó játékosok dőltek ki a sorból, most is 6 embert kellett nélkülöznem a mai napra, és sajnos vékony keretünkkel, úgymond a fiatalokkal kellett pótolni, ők se nagyon bírták ezeket a terheléseket, de úgy érzem, hogy jó szezont zártunk. Hogyan tovább? Még edz a csapat, vagy egyből jön a pihenő? Júni 16-áig fogunk edzeni, heti 2 vagy 3 edzés van beiktatva, ezek már olyan edzések, hogy fakultatív, láttengó és kis játékok, még a utolsó 16-án zárjuk úgymond az évet, ott azért megbeszéljük a továbbiakat, a közeljövőt, és addig valószínű, hogy a vezetők is eldöntik, vagy meg tudjuk beszélni, hogy hogyan tovább, és július 5-én kezdjük a felkészülést. Köszönjük szépen a mai mérkőzéshez, gratulálunk, hagylak ünnepelni, pihenni, és hát azért reméljük, hogy sikerül úgy megerősíteni a csapatot, ahogy szeretnéd, és következő szezonban tényleg azért a célért harcolunk, amiért tudom, hogy szeretnél harcolni. Hát én is nagyon remélem, és bízok benne. Köszönjük szépen! Mai győzelmünkkel véget ért a 2015-2016-os bajnokság. Átalakult csapatunk a 6. biztosan nem végzett rosszabbik helyen, amelyet, hogy az előbb hallották, Orosz István is előre láthatatlanban aláírt volna. Úgy gondolom, hogy a szurkolóknak nem lehet hiányérzete, ebben a bajnokságban a csapat megtette a lehető legtöbbet, és bizonyította, hogy ez a karcagi gárda igenis egy szerethető csapat. A szezon egésze alatt Halmai Mártont hallották, Csanád István operatőr kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Hey, ah, hey, 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 hey
Illetődik meg a Tiszaföldvár. Jó a beadás, Belényesi azonban leúzza, meg is tapsolják a nézők. Ebből az is kiderül, hogy a Gócsot kiszorítva, a mai alkalommal ő a kapuban. A Gócs pedig parádézott kisújszálláson, annak ellenére, hogy 2-0-ra kikaptunk a kunsági rangadón. 7 év után szenvedtünk vereséget tőlük, azért az igen fájó volt. Varga Zoltán! Jó a beadás, Szőke! Megvan az első helyzet, Huszárvéd, nem volt nehéz dolga. Varga Zoltán beadása pedig igen remekül találta meg Szőke Róbertet ott középen. Nem sikerült erőt vinni a kísérletezésbe. Erdei gyorsan elvégzi a szabadrugást. Szőke nem várta. Ennek ellenére sikerül annyira megzavarni Budaházit, hogy kiharcol egy szögletet. Jön majd az első karcegi sarokrugás a mérkőzésen. A mérkőzés 6. percének végén. Az elvégzése az már át fog csúszni a 7. És nem azért, mert hamar lassan kocog. Igyekszik minél előbb elvégezni majd. Jól tekeredik, meg is van a fejes! Újfent Szőke Robi! És most sem sok hiányzott. Szőke Norbert eltalálja Máté Fazekast, aki nagyon gyors, és már is lól a karcagi kapu irányába. Jó a passz, nem sikerül azonban lekezelni Törteinek. Ez így nagy hiba, de ott van még a labda. Most egy passz, Máté!
A 9. percben vezett Tiszaföldvár Máté Fazekas Attila góljával. Csapatkapitány Hegedűs 2011 óta szerepel itt, de korábban több ízben is megfordult már Tiszaföldváron. Mindössze 3 meccset hagyott ki a szezonban. Máté Fazekas keresi a lövő pozíciót, meg is találja. Van önbizalma. Nem is csapódott rosszul ez a löket. Olá Dániellel lesznek még harcok a meccsen, kicsit összeszólalkoznak, aztán azonban rendezik a konfliktust. Nincs harag, de az biztos, hogy ha ilyen kevés idő alatt ennyiszor összecsaptak, akkor a meccs végéig bizony az ő kettejük párharcára még érdemes lesz majd odafigyelni. Hamar! Balog csúsztat, kapufa, és bepörög, Balog alig ha volt lesen. Valaki az emberek mögül mozdult be, Balog viszont bizonyosan nem. Ez így egy furcsa döntés. Erdei ismét Polgárral vív nagy csatát. Sikerül még beadni, megint jön Szőke. Ezt a helyzetet is kihagyja. Belényesi állítja a sorfalat, 4 embert kér minimum, de könnyen lehet, hogy Erdei is oda sétál. Megérkezik Tibi, Szívós Gergő pedig Elson Fordál, onnan elég lesz az a 4. 25-26 méter a táv. Aszódi teker, oda a kapu közepébe, nem jött ki Belényesiről. Nem volt azért egy könnyű védés annak ellenére, hogy oda ment. Kupai Dani nem nagyon találja a helyét a védelem jobb oldalán. Kocsis János helyén játszik. Kocsisnak azért véleményem szerint igen csak jól sikerült a visszatérése a karcagi csapatba. Alapembere tudott lenni együttesünknek, nagyon sokat melózott ebben az évben. Hegedűs nagyon távolról, jó 2-3 méterre kapu fölé. Erdei mellel, nagyon finom labdakezelés, és aztán jól látja meg Balog Csabát. Na most mi vagyunk többen elől, Balog Csaba talán passzolhatott volna. Így lövéssel fejezi be, de nem talál kaput. Szőke. Jól indítja Erdeit. Hegedűsnek kell kizárni rá, inkább pozíciót véd. Erdei most teszi. Varga. Nem hullik be. Szívós elszórja. Törtei fordul. Jön segíteni Aszódi, ő inkább Máté Fazekast választja. Jó löket! Jó lenne még a fél időben egyenlíteni. Erdei, jó cselek. Most ebből mehetne egy gyors támadás. Hegedűs azonban leszedi az átadást. Varga, jó megoldás, Erdei Tibi, még mindig ős, Piccel lövi el, nagy bravúr, huszár. Na ez most már védés volt, ütemtelenül, gyorsan, nagy erővel, kis hián 1-1. Hamar a szabad rúgással. Mi a gondot középen, kérdezi a játékvezető. Német, valamint Hegedűs, akik kicsit kakaskodnak. Most már jöhet a szabadrugás, hamar, ott a csúsztatás, és ott a gól! Szőke Róbert találatával 1-1 az állás. Varga jól csúsztatja, Szívós Gergő. Mindkét csapat játékában benne lehet a gól és a győzelme a második félidőben. Kupai Krisztián, ő lő, nagy védés, huszár.
és aztán a kipattalót nem sikerül összegyűjteni. Hát rögtön megvillanunk, 50 másodperc alatt vezethettünk volna, összességében véve meg 2 perc alatt fordíthattunk volna. Agilisan jól futballozik a Tiszaföldvár, és egyébként látva ezt a mai teljesítményt, kicsit talán érthetetlen, hogy 14 mérkőzésen a tavasszal miért sikerült csak 11 pontot összegyűjtenie, és miért csak 3 mérkőzést nyertek meg. Balog! Lövésre biztatják, el is ereszti. Huszár, nagy védés. Na hát, ha ezt sikerülne tartani, és percenként jönnének a helyzetek, alig ha unatkozhatnánk a második félidőben sem. Kupai fogja összegyűjteni, így bizony. El is lövi, és be a kapuba Kupai Krisztián góljával, 2-1-re vezet a Karcag. Most elaludt Huszár kapus. Talán azt hittem mellé fog menni, sok nagy bravúr után földbe gyökerezett lábakkal végignézi, hogy Kupai Krisztián lökete a bal alsóban köt ki. Így kell valahogy cserélni az 53. percben. 2-1-re vezetünk. Nagy gólt rúg Kupai, és egy nagyon fontos gólt szerez a fiatal játékos. Kupai. Jó labdát ad Hamarnak. Polgár becsúszva labdát nem talált. Mert tovább a játék. Nagyot küzdenek. Mindenki becsúszik, mindenki szabályosan. Erdei spiccel teszi el. Mellé ment volna, meg most a helyén is volt Huszár. Kátót megint jó labdát kap, ügyesen le is kezeli. Erdei egyel tovább, Varga Zoltán lövőhelyzet, még teszi, most lövi el, és ott a gól! Varga Zoltán, 3-1 az állás. Tehetetlen volt, újfent a kapus. Eldőlni látszik a meccs. Hegedűs a labda mögött. Kapura súhintja, bele kell paskolni a Agócsnak. Nem volt egy rossz kísérlet. Két gyors karcagi gól picit a kedvét vette a vendégeknek, de egy szépítő találattal bőven vissza lehetne jönni a meccsbe. Például egy ilyennel, nincs azonban bent, Agócs védett nagyot. Már feküdt a kapus, így is sikerült azonban védenie. Szívós. Megint Erdei és Budaházi harcolnak. Erdei gyengécske lövés, kipattan a kapusról. Nem lövi be azonban Kupai. Szőke. Jól kanyarodik. Erdei nem tudja átfejelni a másik alsóba. Most már helyzetet helyzetre halmoz a Karcag. Lehet menni, gyorsabbnak kell lenni, mint a vendégek. Balog Csaba megfutja Váradit. Ez már zicser, Balog kicsit hosszan tolja meg, Rojkó pedig elrúgja előle. Nagy, ott van még. Ez pedig Csemege. Vereb. Szőke kikanalazza. Olá! Nem tudjuk most megtartani. Máté fazekas. Jó az! Keresztléc! Aszódi elől pedig felszabadítanak a karcagiak.
Két gólos előny azért nagyon biztosnak tűnik. Nagy István! Kupai megint teker, nem talál most kaput. A hatodik helyen fejezi be az idei bajnokságot együttesünk, és nem adunk lehetőséget Csépának arra, hogy itt a végén még megelőzzenek minket. Turkeve és Jászárok Szállás az a két együttes, amelyik ha botlik, akkor előzhetőek. Jászárok Szállás egyébként épp Csépával játszik. Szőke, fura megoldás, még mindig ott pattog, most lehet lőni, és utat talál a labda. 3-2 a 90. percben.